Ez itt egy hím. Veszpula. Ami mászik, az egy selyemkúró. Vannak itt mindenfélék, amelyek egy kis mészarmatra pályáznak, de nem nagyon kapnak már. Noha vannak a növényen még élő levéltetvek, az oleander levéltetvek, szép narancsosak. Éppen itt ezen a levélen, legalábbis a színén nincsenek, de valamit nagyon keres. Jőkelme. Látod, milyen nagy, hosszú kajla bajsza van? Erről jól meg lehet ismerni a hímeket. Egy kicsit a potrok csúcsa is máshogy néz ki. De azért az nem feltűnő, legalábbis látszatra. Praktikusan igen, mert ez nem tud szúrni, mivel hogy nincs hullánkja. Szépen végig tolja a csápját a levélen. Gondolom szaglásza. De még nem kóstolta meg, úgy látszik semmit se talált. Leállítottam a videózást, majd a darazsat rávettem arra, hogy a kezemre másszon, ahol jobban le tudom fotózni. Szerencsés húzás volt, mert éppen felén fordult, amikor a csápját tisztítani kezdte. A csápját beillesztette a lábszára és a lábszár tövése közé, majd a láb fejével leszorítva végig simított rajta. Sajnos lemaradtam arról, hogy a lábán ragadt koszt leszedi a szájával. Hogy mit csinált a kosszal? Kiköpte, vagy legalábbis megpróbálta kiköpni, ahogy a folytatásban látod. Nézek, hogy félsüli magát. Tetszeni akar a lányoknak. Legalább egynek.